Szeretettel köszöntöm rangsorban országgyűlési képviselőket, a Demokratikus Koalíció alelnökét, a parlament elnökét, Rólai Sándori, szeretettel köszöntelek itt körünkben, Európa parlamenti képviselő, a második előadó, a fordul első, vagy nem is tudom, hogy mondjam, akiről sok mindent el lehet mondani, egyrészt azt, hogy szemtelenül fiatal, idegesítően fiatal, és azt is, hogy ő azon kevesebb közé tartozna a parlamentben, aki az egyetem elvégzése előtt, alatt és után dolgozott. Ezt nem mindenkiről mondhatjuk. Őt jól ismerjük, nem csak a kiváló orgánuma miatt, amiben én szerelmes vagyok, most már elmondhatom. Hanem azért, mert a párt szóvivője volt, és ő harmadiként került be a listára, és így jutott ki a parlamentbe, illetve hát jutott haza, mert hogy ő több ilyen itthonban, vagy elősorban van. Erről fog többek között nekünk beszélni, és hogy ne szaporítsam a szót, és átadja majd a házigazdáknak, Margó Lacinak, a mi apánk mondanak is a szót. A terveim szerint egy rövid felvezetés, beszélgetés után kérdésekre van a lehetőség, és ezt a múltkori alapján olyan 7 óra, max. 4-8-ig tervezünk. Köszönjük a Gabrielosznak, tapsoljuk meg, adta a helyet neki, úgyhogy én azt hiszem, hogy leülök, annyit még, hogy augusztusban szabadságra megyünk, és csak szeptember 7-én fogunk találkozni, majd kell arról majd fogunk kérdésítést adni. Köszönjük! Átkiabálni, hogy ott a végén mindent lehessen hallani. Nem lehet hallani? Akkor gyertek közelebb. Még egy megoldásunk van, hogy mi megyünk hozzátok közelebb. És akkor, Sanyi, akkor majd megkérlek arra, hogy menjünk a fejlődik. Így van, a hűvösbe. Már megint a Sanyi járt jól, ugye? És megint a hűvösről van szó. De kedves barátaim, forróság vagy kevésbé forró körülmények azok Magyarországon vannak. Mégis azonban az utóbbi napoknak a témája az az Európai Parlamentben az európai ügyek mentén történik, úgyhogy hát nem elsősorban az a legfontosabb, hogy Orbán Viktor mit csinál ott, az a legfontosabb kérdés, hogy mit akar Európa ebben a helyzetben, amikor egy válsághelyzet kezelésére, egy egészségügyi járványbeszély utáni állapotban mit tudunk tenni, mit akarnak tenni, hogy tudnak segíteni nekünk. Epedbe várjuk minden szabadacsat. Véd a szó, parancsolj, mielőtt szabadás. Az volt. Pedig úgy jöttem, hogy végre lebarnulok. Bocsássanak meg nekem, nagyon sokatokat ismerlek, tegeződünk, de sokakkal még lehet, hogy nem ismerjük egymást, de az egyszerűség kedvéért maradjunk a tegeződésre. Nem akarok szemtelen lenni, csak szemtelenül fiatal, de jobb szerettem volna ezt az elején megbeszélni veletek, ha nem haragszatok, akkor... Nyugodtan. Azzal kezdődött a bemutatásom, talán mondhatom így, hogy én akkor csatlakoztam a Demokratikus Koalícióhoz, amikor hát talán bátran mondhatom, hogy még viszonylag kevesen hittek ebben az egész projektben, és hát hol máshol történt volna ez az egész, mint itt a 13. kerületben. Nekem éppen egyetemi órám volt, amiután kijöttem október 22-én a Szent István parkba, és életem legelső politikai rendezvényén részt vettem, és hát őszintén szóval fene se gondolta volna, hogy ez így alakul ez a történet, de annál boldogabb vagyok, hogy így alakult.
majd egy fél év múlva, következő év májusában még nem alakult pártá a demokratikus koalíció, amikor Vácon, már a vizsga időszakban, éppen szabadnapon a munkán elmentem az elnök úr egyik lakossági fórumára, és hát megkérdezte, hogy itt mit keresek itt? Mondtam neki, hogy én életemben akkor szavazhattam először, az MSZP-re szavaztam 2010-ben, és azért tettem, mert láttam néhány lelkes politikust, aki azt gondoltam, hogy európai politikus és európai országot akar csinálni Magyarországon, ezért én azt a kormányzást félig gyerek, fiatal felnőtt fejjel máshogy éltem meg, mint akkor az ország nagyobb része. És megkérdeztem az elnök urat, hogy miben tudok segíteni, és akkor sajnos most nincs itt a Keszthely-Dorka, de innen is csókoltatom. Az elnök úr azt mondta, hogy itt van a Dorka, ő rengeteg mindent tud neked segíteni, hogy mit tudsz te segíteni, és onnantól kezdve gyakorlatilag, ha nem is napi, de heti rendszerességgel egyre beljebb és beljebb kerültem a DK munkájába. A következő körben odáig fajult helyzet, hogy már Varjú Lacival találkoztam, és még több munkát mondtak, hogy mit csinálhatok. Úgyhogy onnantól kezdve szerencsére nem volt menekvés, és való igaz, ahogy ez történt. Én napai tagozatra jártam akkor egyetemre, az ELTE-re, de lesz mikrofonunk. Tehát mielőtt rátérnék a mai beszélgetés talán legaktuálisabb kérdésére, hogy mi történik ma éppen Brüsszelben. Gyorsan elmesélem ezt a rövid bevezetőt. Szóval, hogy néhányan jól tudjátok, én az egyetem mellett, bár Napolira jártam, eladóként dolgoztam a Decathlonban, ahol sokan biztosan rendelkeztek ilyen törzsvásárlói kártyával. Na, azokat én nyomtattam egy részét. Nagyon fontosnak tartottam, és azt gondolom, hogy a mai munkám során is, bármennyire talán hihetetlennek hangzik, de nagyon jó alapot adott az, hogy nem csak az iskolapadból kilépve lettem politikus, és nem a levegőbe beszélek akkor, amikor minimálbérről beszélgetünk az Európai Parlamentben, mert pontosan emlékszem, amikor 52.500 forintos bruttó bérrel Orbán Viktor bejelentette 2010, majd akkor jön az egykulcsos adó, és ezzel mindenki jobban jár. Szerencsére másnap a szociálpolitika előadáson elmondta a tanárnő, hogy én biztosan nem fogok jobban járni, ezért aztán még egy ok volt, hogy ne támogassam és ne kedveljem ezt a kormányt és ezt az intézkedést. Úgyhogy ezért számomra ez nagyon fontos, és igyekszem minél több helyen elmondani, hogy én erre abszolút nem, hogy szégyelném, hanem kifejezetten büszke vagyok, hogy olyan munkám és olyan kollégáim lehettek, akik ezt valóban a saját bőrünkön éreztük, ezeket a megszorításokat és problémákat, és ebből szerintem nagyon sokat tanultunk, és nagyon sokat tudok én magam is építkezni a jelenlegi munkám során. Aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, én az informatika területén kezdtem el dolgozni, és egészen a szóvivői felkérésemig én egy IT cégnél dolgoztam, ahol angol-német nyelven kellett beszélgetni az ügyfelekkel, és az üzleti területen, az üzleti hétköznapokat kellett irányítani egy kis csapatban. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, de amikor úgy döntöttem, hogy 100%-ig a politikára koncentrálok, akkor az első döntés, amit meg kellett hozni, az az, hogy azt a részét, amit egy multinacionális cégnél megszoktam, mégpedig azt, hogy én reggel 3-4-6-kor benyomom a számítógépet, és 3-4-4-kor délután kikapcsolom, azt a politikában el kell felejteni, mert itt emberekkel dolgozunk, és nem gépekkel. Emberek problémáit kell meghallgatni, emberekkel kell beszélgetni, és ezekre a problémákra kell közösen megoldást találni, ami azt gondolom, hogy kötetlen munkaidőt jelent, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. De azt gondolom, pont az elmúlt napok egyik eseménye miatt, hogy
ez nagyon-nagyon fontos, hogy aki arra adja a fejét, nem csak a politikus lesz, hanem egyáltalán, hogy valami társadalmi munkába kezd, hogy az megértse ezt a feladatot, és megértse az ezzel járó hol nehézségeket, hol szépségeket, de ez nagyon-nagyon fontos. És akkor most rátérnék a mai beszélgetés talán legaktuálisabb részére. Ugye most már több mint egy éve megalakult az Európai Parlament, ahol sokak meglepetésére és egyben örömére, de a Demokratikus Koalíció 4 EP képviselőt tudott juttatni az Európai Parlamentbe, és ez szerintem mai napig azt gondolom, hogy annak a programnak és annak az elképzelésnek, ezt víziónak szoktuk nevezni, annak a víziónak köszönhető, amit mi hosszú ideje képviselünk, és a kampányban a legerősebben és talán egyedüliként képviseltük. Azt mondtuk, hogy mi vagyunk a legeurópai párt. És higgyétek el, ezt nagyon sokszor kérdezték különböző vitákon, ahol ott voltak az egyébként többi demokratikus párt résztvevői, köztük jelöltek, hogy miért ti vagytok a legeurópai párt? És erre a kampány szlogenünk volt a válasz, mert mi egyedül akartunk Európai Egyesült Államokat. És ezt nagyon egyszerűen meg tudtuk tölteni tartalommal, hogy mit jelent számunkra az Európai Egyesült Államok, mit jelent számunkra az, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok Európában, hogy egy magyar, egy német, egy osztrák vagy egy holland az ugyanolyan feltételekkel élhet és öregedhet meg, teljesen mindegy és teljesen függetlenül attól, hogy hova született vagy hol éli az életét. És erről szólt a programunk is, biztosan emlékeztek, azóta is sokszor ezt igyekeztük felfrissíteni, mert hogy ezeken dolgozunk a hétköznapokban, hogy az európai minimál nyugdíj, minimál bér, az európai családi pótlék például az elérhetővé váljon. És én azt gondolom, hogy ezek a programok és egyáltalán az Európai Államok gondolata volt az, ami minket hozzásegített ahhoz, hogy tavaly 4 mandátumot szereztünk, és egyébként pedig ezt az eredményt tartósan meg tudtuk őrizni, és a legfrissebb kutatások szerint is a Demokratikus Koalíció jelenleg az ellenzéki pártok közül a legerősebb, 16-18%-okat lehetett olvasni az elmúlt napokban. Én ennek személy szerint nagyon örülök, egy dolognak még jobban örülnék, hogyha a többi ellenzéki párttal közösen már masszívan vezetnénk a Fidesz előtt, és akkor kicsit könnyebb lélekkel és talán még pozitívabban futhatnánk neki 2022-nek. Így is azonban azt mondom, hogy látván ezt a szoros eredményt, hogy a Fidesz a mérések szerint most állítólag ott mozog az 50% határán, ez is motiválhat minket arra, hogy együttműködjünk és összefogjunk, mert máshogy egész egyszerűen nincs esély. És hogy mennyire fontos az, hogy 2022-ben változást érjünk el, az éppen ezekben a napokban és ezekben a percekben látjuk, olvassuk Európában. Amikor eljöttem és olvastam, hogy mi történik éppen az EU csúcson, hát és egyelőre nincsenek túl friss információk, leginkább mindenhol a vasárnap történteket lehet hallani. Ami miatt még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos, hogy itt végre változást érjünk el. Bocsánat. Megtámadott. Igen. A beépített pókkal. Mert hogy azt látjuk, és végtelenül elkeserítő ez az egész, hogy Magyarország, ahol egyébként a képviselőit, a demokrata képviselőit sokra tartják, kedvelik, az a Magyarország az egy ilyen partvonalon túli, egy ilyen kiszorított ország lett. Nincs olyan bizottsági ülés, nincs olyan EU csúcs, nincs olyan frakciülés, de nyilván ez kicsit egy buborék, de a bizottsági ülések már annyira nem, ahol ne azzal kezdenék, amikor negatív példákat hoznak tagállamokra, hogy felsorolják a magyart, felsorolják Orbánt,
Ismerik Tibor István nevét az Európai Parlamentben, ami azt gondolom, hogy egy végtelen nagy szégyen, hiszen nem egy feltalálóról, nem egy Nobel-díjasról beszélhetünk, hanem egy köztörvényes bűnözőről, aki a ti pénzetekből azt se tudja már, hogy neki mennyi pénze van. És ez egész egyszerűen elkeserítő. És most, amikor van az EU csúcs, akkor azzal kezdi a magyar miniszterelnök, hogy megkérdezi a holland miniszterelnököt, hogy maga miért utál engem, és miért utálja a magyarokat. A magyarokkal a holland miniszterelnöknek el, higgyétek el, az égvilágon semmi baja. A legelső környezetvédelmi bizottsági ülésemen odajött hozzám egy képviselő. Ezt úgy képzeljétek el, mint az első nap az iskolában. Mindenki keresi, hogy hol a helye. És akkor így megy a sorok között, a padsorok között, és megállít egy néppárti, és mondja a nevét, és mondja, hogy nem láttam a névtábláját. Hát, egyelőre a sajátomat próbálom megtalálni. És pont megtaláltam, és hát látta, hogy magyar. És azt mondja, hogy magyar, hát nem is találkoztunk a frakcióülésen. Hát mondom, milyen frakcióban tetszik ülni? Aztán néppárti van, hát akkor szerencsére, hogy nem találkoztunk. Mert hogy én nem néppárti magyar vagyok, azt mondja, hogy tényleg szerencse, mert akikkel találkozott, azokkal bár ne találkozott. Mondja a néppárti képviselő. Mielőtt kitört volna a vírus, és Strasbourgban volt az egyik utolsó plenáris ülés, azt mondja a magyar vitán egy néppárti képviselő, ott a fideszesek mellett ült, megkérték, hogy szóljon már hozzá, védje már meg őt. És az megvédte, hogy hát Máltán meg lelövik az újságírót, hát a Magyarországon ehhez képest sajtószabadság van. És feláll a néppárti képviselő egy másik a hátsó sorból, és az mondja, hogy amit Orbán Viktor csinál, az elviselhetetlen. Ugyanez a hölgy, az eljött a hallgatói önkormányzattal közösen szervezett rendezvényünkre, ahol az oktatói hálózatot is meghívtuk, mint fő vendéget. És ott a lengyel néppárti hölgy számolt be, hogy ő nem bírja kivárni, hogy kizárják a Fideszt. És higgyétek el, ezeken a vitákon ugye túlnyomó részt mindig a pénz kerül szóba. Hogy az EU-s pénzeket mire költjük el, hogyan használjuk fel. Vannak nagyon jó viták, ahol tényleg minimál bérről, minimál nyugdíjról lehet beszélgetni, de valahogy mindig az a vége, hogy azt mondja nekünk valaki, hogy hát hol vagyunk még ettől, miközben amit utalunk nektek pénzt, az valamelyik balatoni kikötőbe, szállodába, stadionban köt ki, és hát nem erre adjuk a pénzt, nem erre lenne szükség. És őszintén szóval pont ezek a viták, amik azt ösztönözték, hogy az elmúlt egy év az máshol sem szólt az Európai Parlamentben, csak azt, hogy arról, hogy az uniós pénzeket jogállami kritériumokhoz, jogállami garanciákhoz kell kötni. Magyarán olyan kormány kapjon pénzt, amelyik nem lopja el azt a pénzt, illetve ha ezt ellopja, akkor azt komolyan lehessen szankcionálni, például az Európai Ügyészség közbelépésével, közreműködésével. És most a magyar miniszterelnök a parlamentben eljátsza, hogy ez egy ilyen új dolog, ez a jogállamiság, meg ezzel minket zsarolni akarnak, miközben a saját képviselői nem most, még csak nem is tavaly nyáron, hanem már 2018-ban, még az előző Európai Parlamentben hosszasan érveltek amellett, hogy ez nehogy az Európai Bizottság asztalára kerüljön, ez a jogállamiság történet, mert tudták nagyon jól, hogy ez az ő pénzüket, leginkább a haverok pénzét veszélyezteti. És ehhez képest a magyar miniszterelnök, aki jól emlékeztek, miután megvolt ez a parlamenti aktus, hogy ő akkor a 132 legbátrabb embernek a véleményével és szavazatával felvértezve, akkor kimegy Brüsszelbe, tudjátok, ő ha Strasbourgba megy, ha Brüsszelbe, mindig Brüsszelt mond, mert azt tanította meg, és oda kell menni harcolni harcos, agresszív oroszlánként. Aztán szombaton már kiállt, hogy ő kihúzatta ezt a papírból, majd vasárnapra már az oroszlánból nyuszi lett, de annyira, hogy már érvelni is tudott a jogállamiság mellett. Egészen elképesztő, de
Pont ma reggel az ATV-vel kérdezték tőlem, hogy tudok-e valami mondani, amit jól csinált Orbán Viktor. Mondta, hogy nem. Mondták, hogy hát de gondoljak már bele, mégis hát azért 10 éve kormány. És mondtam, hogy én szeretem azt hinni jobb napján, hogy jó a memóriám, de nem emlékszek olyanról, hogy ez az ember bármi hasznosat tett volna ezért az országért. Őszintén ezt mondom. Most, amikor egyik pillanatra a másikra úgy tűnik, hogy megtér és kiáll a jogállamiság mellett, hogy akkor ezt erről mégiscsak beszélgessünk, akkor emlékezzetek arra a mondatára is, hogy ne arra figyeljünk, amit ő mond, hanem amit ő csinál. Emberünknek ezzel az egész megvilágosodással vagy mellébeszéléssel egyetlen egy célja van. Most az Európai Unió csúcsértekezlete arról tárgyal, hogy megszavazzák a 7 éves költségvetést és a koronavírus miatt kialkudott, kitalált mentőcsomagot egyszerre. Szóval, hogy a számokkal is untassalak titeket, ez egy 1080 milliárd eurós költségvetés, amihez párosul egy 750 milliárdos újjáépítési úgynevezett mentőcsomag. Ezen megy a vita, hogy ez a 750 milliárd, ez milyen arányban legyen vissza nem térítendő támogatás, illetve hitel, illetve magának ennek a feltételei, hogy hogy lehet felvenni, és milyen bizonyítékokat kell bemutatni, akár a tanácsnak, akár a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy ezt a pénzt nem csak felvették és elköltötték, hanem azt helyesen is költötték el. Most a magyar miniszterelnöknek ezzel a látszólag aranyoskodással egyetlen egy célja van, időt húzni. Európában mindenki tudja, hogy az egészségügyi válság után egy már a koronavírus idején is kezdődően érezhető gazdasági válság indult el, ezért erre a pénzre a tagállamok többségének valamennyinek szüksége van. Ezért aztán minél hamarabb szeretnének dönteni arról, hogy ez a pénz ez meglegyen. Orbán Viktor pedig egy dolgot szeretne. Húzni az időt, és úgy tárgyalni, hogy lehetőleg az egyik elfogadjon, tehát hogy pénz azért jöjjön, de a feltételekre azért lehessen majd külön tárgyalni, és ott esetleg meggondolhassa magát a magyar miniszterelnök, és mondjuk egy hónap múlva már neki nem annyira fontos mégsem a jogállamiság, és mégsem akarja majd kizárni azokat a tagállamokat, amelyek nem tartják magukat a jogállami kritériumokhoz. Úgyhogy mielőtt elhinnétek, hogy Brüsszelben túl meleg van, és a miniszterelnököt megsütötte a nap, és azért mondta ezt a sajtótájékoztatón, ez legyen meg a gondolatotokban, hogy egész egyszerűen csak időt próbál húzni, hogy aztán később már az ő feltételeivel, akár vétósz, újabb szövetségeseket gyűjthessen maga köré. Nemrégiben voltam Csehországban, ott egy nagyon jó tanítványa van Orbán Viktornak. Annyi, hogy Babis kollega az még csak ilyen mészáros lőrinceket sem tart. Ő leegyszerűsíti az egész folyamatot, mindent a saját zsebébe tesz, tehát saját maga cégeit támogatja, ő nem variál ilyen elsőkörös simicskákkal, aztán mészáros lőrincekkel, ő mindent egymaga intéz, és én azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy mindennek ellenére ez a tárgyalás, ez a mi szempontunkból és Európa szempontjából jó véget érjen, és valóban erős feltételekhez kössék a költségvetést. Az pedig az, hogy Orbánról tudjuk, hogy milyen, Orbánt ismerjük jól, de azt gondolom, hogy maga az Orbán jelenség az egy abból a szempontból nagyon fontos történet, hogy képes arra, hogy megfertőzön más vezetőket és más országokat is. És miközben az elmúlt 10 évben gyakorlatilag már nem is lep meg minket, hogy az állandó vétózók, az állandó kötegedők azok Lengyelország és Magyarország. Most már sajnos nem csak ez a kettő, felzárkózni látszik Bulgária, felzárkózni látszik ehhez a csapathoz Csehország, és ez sajnos veszélyes. Úgyhogy nekünk az a fontos, és az a célunk, hogy ez a temérdek pénz, amelyet Európa tényleg gyakorlatilag mondhatni, hogy puszira ad, és tényleg azért ad, hogy segítse az egészségügyi
veszélyhelyzet. Pá. Pedig nekik nincs is mikrofonjuk. Tehát nagyon-nagyon fontos és elkerülhetetlen, hogy ez a pénz ez tényleg rendesen kerüljön felhasználásra. Valóban az egészségügyi veszélyhelyzet idején kialakult egészségügyi és gazdasági károkat lehessen ebből a pénzből enyhíteni. Én azt látom, hogy Európa vezető politikusainak többsége ebben érdekelt. Korán sincsenek olyan különbségek frakciók között, mint amilyet itt Magyarországon látunk, hogy például a Fidesz vagy a DK között húzódik komoly ellentét. Ott le tudsz ülni egy néppártival. Nekem nagyon jó, személyesen nagyon jó barátom a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság német néppárti elnöke. Bármiről tudunk beszélgetni, vannak különbségek, nyilvánvalóan, de alapvetően európai alapértékekben, például a költségvetést érintően, egész egyszerűen nincs vita. Megkérdeztek egy zöld képviselőt, megkérdeztek egy liberális képviselőt, megkérdeztek egy szocialistát, vagy megkérdeztek egy néppártit, mindegyik kivétel nélkül ugyanazt fogja nektek mondani. Nem fogjátok tudni első körben megállapítani, hogy ez milyen frakcióban ül, hanem azt fogjátok róla mondani, hogy ez egy európai. Aztán találkoztok a fideszesekkel is. Teljesen más fognak mondani, és zongorázni lehet a különbséget. Bevezetőnek én ennyit szerettem volna nektek elmondani. Nagyon örülnék, hogyha ilyen interaktívvá válna a beszélgetés, és megpróbálok a lehető legtöbb kérdésre, a lehető legőszintébben válaszolni, úgyhogy nagyon örülnék, ha feltennétek ezeket a kérdéseket, és nagyon örülök, hogy hosszú idő után újra látlak titeket. Menni fog mikrofon nélkül? Menni. Jó. Szeretném megkérdezni, hogy hol tartad a küzdelem, ami a közvetlen lehívható összegek lehívását érint. Tehát az, hogy ne a kormányok osztják el, hanem az önkormányzatok, vagy bárki más, de ne a magyar, vagy cseh, vagy bulgár, vagy egyik kollaborált kormány. Köszönöm szépen, megyünk sorba. Alapvetően azt mondanám, de ez a politikus válasz, hogy a mostani költségvetési tárgyalásnál ez kulcs szerepet játszik ez a kérdés, mert hogy azon túl, hogy jogállami feltételekhez kössük a kifizetéseket, azon túl ez egy nagyon fontos szándék is, lévén, hogy az Európai Uniónak van ez a nagyon csúnya nevezetű alapelve, ez a szubszidiaritás elve, miszerint a legközelebb az állampolgárokhoz kell eljuttatni ezeket a támogatásokat, legyen szó bármiféle anyagi vagy politikai természetű támogatásról. Hogy egy nagyon konkrét és pozitív példát mondjak, a 11. kerületben talán egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy sikerült közvetlen Európai Uniós forráshoz jutni az önkormányzatnak, megkerülve teljesen a kormányzatot, a teljes adminisztrációt és minden. Mondom se kell, hogy ez mennyi pénz spórolt az önkormányzatnak, és mennyivel többet tudnak a valódi cél elérésére fordítani, és egyre több ilyen önkormányzatot, ha csak kicsi projektek is, gondolok itt olyanra, hogy közterületi wifi elérhetőség, ami szintén egy Európai Uniós projekt, ilyen apróságok, de azt gondolom, hogy önmagában lehet, hogy pláne miután nagyon durván megsarcolták az önkormányzatokat, azok után azt mondaná egy önkormányzat, hogy erre egész egyszerűen, bár szándék lenne, de pénz nincs, ezek azok a források, amelyek segíthetnek. Most is vannak ilyen elérhető források, és azt gondolom, abban bízok, hogy miután elfogadjuk a költségvetést, utána még több ilyen lesz. Egyetlen egy pici idevágó kérdés. Precedens jog létezik az Európai Unióban, tehát lehet erre hivatkozni? Kifejezetten az önkormányzati támogatásokat illetően? Egyáltalán azt lehet-e mondani, hogy ez megtörtént, ez legális volt, mindenki
helyeseltet, ettán csináljuk. Én azt gondolom, hogy például a 11. kerületben biztos, hogy precedens teremtett, és azt hiszem, hogy Zitánál és Imrénél most hosszú sorok állnak a polgármester kollégáktól, hogy hogy csinálták és milyennek a módja, de mi képviselőként is nagyon-nagyon sok levelet kapunk. Igaz, jó részük azt kérdezi, hogy mire lehet pályázni, és kevesebb egyelőre az, aki azt mondja, hogy ő konkrét ötlettel áll elő, és már konkrét pályázatra nyújtaná be a pályázati anyagát. Azt hiszem, hogy nekünk ebben kell majd segítenünk. Köszönjük szépen, akkor Éva, és utána te következel, jó? Én azt szeretném kérni, hogy ha esetleg tudnál arról egy pár szót mondani, hogy az Európai Parlament, az Európai Tanács, a költségvetési bizottság, hogy különülnek el a feladatok. A másik kérdésem az lenne, hogy kint Brüsszelben a Fidesz néppárti, konkrétan a Fidesz-tel milyen a kapcsolatok? Annak idején Vastag Pál, mikor az EU-ban volt, akkor ő mesélte, hogy kint külföldön az ország határig minden teljesen rendben volt, nagyon jóban voltak, ahogy ide jöttek, az abba pillanatban ellenségeskedtek egymással. Erre vagyok kíváncsi, hogy az működik-e ugyanis. Dolcs Tamásról mi a... Igen. Nagyon szívesen. Kezdem a könnyebb részével, hogy köszönöm szépen. Köszönöm. Hogy néz ki és hogy épül fel az Európai Uniónak a, hogy mondjam, közigazgatási része. Ugye három nagy intézmény van, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács. Ugye a tanács az, ahol a miniszterelnökök összejönnek, és amit mi képviselőként nagyon nem szeretünk, hiszen ez őszintén szólva, hogy ti is látjátok, ez nem egy átlátható történet. Tehát ők ott bezárják magukat egy terembe, történik, ami történik, lehet hallani, hogy a holland miniszterelnök beszól a magyarnak, a magyar erre megsértődik, de hogy konkrétan mik hangzanak el, a végeredmény az hogyan alakult ki lépésről lépésre, ezt nem tudhatod biztosan, és én szerintem ez az Európai Uniónak, amikor azt mondjuk, hogy az Európai Unió még nincs kész, akkor én például erre is gondolok. Szerintem, amikor egy olyan intézményrendszer, egy olyan közigazgatási rendszer, mint az Európai Unió, arról beszél, hogy fontos az átláthatóság, és ezt megköveteli a tagállamaitól, akkor elsősorban magán kéne kezdenie, és bár az Európai Bizottság és az Európai Parlament erre mintapélda lehet, az Európai Tanács ülésekről bizony nem lehet sokat tudni. És ez szerintem egy hiányossága jelenleg Európának. Sokkal átláthatóbb, és azt gondolom, hogy sokkal jobban számon kérhetőek lennének a kormányfők, hogyha tudnánk, hogy mit műveltek ott az zárt ajtók mögött. Ez az Európai Tanács. Az Európai Bizottság az... Talán, hogyha érthető példát akarok mondani, akkor lehet mondani, hogy az az európai kormány élén az Európai Bizottság elnökével, és a különböző feladatkörökkel rendelkező uniós biztosokkal minden tagállam delegál egy-egy uniós biztos. Tudjátok, Magyarország most legutóbb a Trócsányival próbálkozott, rosszul, és helyette lett végül is a Várhelyi Olivér, uniós biztos. Gyakorlatilag ők azok, akik a különböző szakpolitikákért felelősek. Ugye az Európai Bizottság elnökét azt éppen az Európai Parlament választotta meg. Az egy érdekes kérdés, és ha lehetünk kritikusak az unióval, akkor ez egy újabb probléma, hogy az Európai Parlamenti kampányban két nagy frakció, két erős jelöltje, a német kifejezéssel ez a Spitzenkandidát, tehát a csúcs jelöltek, ilyen amerikai mintára Trump-Clinton és most majd a Trump-Biden duóhoz lehet hasonlítani, küzdöttek egymással, Weber és Timmermans, ugye Weber a néppárti jelenlegi frakcióvezető, és Timmermans pedig jelenleg a bizottság, az Európai Bizottság alelnöke, de ő volt a szociáldemokrata jelölt. Úgy volt, hogy közülük kerül ki
a következő, azaz a jelenlegi Európai Bizottsági elnök. Végül is aztán sokak, többek között az én meglepetésemre is egy harmadik jelölt lett, ugye, akit már jól ismerünk, von der Leyen asszony személyében, és végül is róla kellett csak szavazzunk. Ő alelnökének választotta Timmermanst, és egyébként a Weber, aki a másik aspiráns volt, ő pedig maradt a néppárt frakcióvezetője. Tehát ennyit a bizottságról, nem tudom, hogy ez így érthető-e. És van a parlament, akit pedig ugye listás szavazáson minket, ti választotok 5 évente, ugye jelenleg 751 tagja van az Európai Parlamentnek, a britek kiválásával nem lett ennyivel kevesebb képviselő, hanem a helyükre más országok soron következő delegáltjai jöttek be, tehát menet közben lettek, Magyarországon nem lett 20 kolléga, de lettek románok, hollandok, tehát hogy más országból azért még jutottak be, spanyol képviselő is lett, tehát lettek új képviselők is. És gyakorlatilag így néz ki a törvényhozás is, úgynevezett trilógus történik, tehát az Európai Bizottság javaslatára tárgyal minden egyes törvényjavaslatot a parlament, a bizottság és a tanács is, és ez egy ilyen hosszú-hosszú folyamat. Kicsit talán lassabban őrülnek a kerekek, ezt sokszor Orbán Viktor és a Fidesz ilyen negatívumként emlegeti, de mennyivel normálisabban működik, ha belegondoltok egy ilyen rendszer, ahol leülnek a politikusok, leülnek a szakértők, és leülnek aztán a miniszterelnökök is, és megbeszélik, hogy mi legyen azzal a törvényjavaslata, vitáznak róla. Nem az van, hogy a kormánypárti képviselők, amikor felkelnek reggel, még nem tudják, hogy miről szavaznak délután. Én állítom, hogy ha Laci megkérdezni a parlamentot, a kormánypárti kollégákat, hogy mi van a papírban, amiről szavaznak, akkor nem tudnának rá hitelt érdemlően válaszolni. Ehhez képest az Európai Parlamentben, csak a parlamentben, először frakciók szakbizottsági tagjai, majd a teljes szakbizottságok megtárgyalják, és csak azután kerül a plenáris ülésre. Tehát már magán a parlamenten belül is sok kört átmegy egy törvényjavaslat, vagy egyáltalán csak egy elképzelés, mire aztán a végén valódi törvény lesz belőle. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért egy sokkal, sokkal jobb módszer. Milyen a fideszesekkel a viszony? Hát, azt tudom nektek röviden mondani, hogy nincs viszony. Az egyik legelső alkalom, ugye felennyi képviselőnk volt kint az előző ciklusban, tehát új kollégákat kellett felvenni a csapatba, hogy segítsék a munkánkat. És az én egyik kollégám meséli, hogy a reptérről jött be a parlamentbe egy ilyen transfer szolgáltatással. Természetesen, hogy mennyire jó érzés itt van lenni, a brüsszeli transfert egy magyar vezette. A teljes magyar delegáció, hogyha utazik valahová, akkor általában ennek a fiúnak a segítségét kéri. És mesél, hogy hát beszálltak ott egymás mellé egy ilyen, nem tudom én, 8-9 személyes autóba, és kiderült, hogy valamennyien magyarok. Beszélgetnek, ki mit csinál, miért jött, és amikor kiderült, hogy a hölgy a DK delegáció mellett fog dolgozni, akkor a többiek hátat fordítottak neki, amennyire egy ilyen autóban lehet, és onnantól kezdve semmilyen beszélgetés nincsen. Nekem az egyik legmeglepőbb, őszintén szólva, a Hidvégi Balázs volt. Ilyen szóvivő logikán nekünk nagyjából annyi volt a kapcsolatunk 2018-19 év elején, hogy én mondtam valamit, ő meg erre vagy kiadott egy közleményt, vagy elmondta, hogy én is csak egy Soros Bérenc, a hazug gyurcsányista, tudjátok a jelzőket. Tehát soha életemben nem találkoztam vele, csak ezek a oda-vissza ilyen pingpong-szerű közlemények és kommunikék voltak. És az úgy, odalép mellém, a liftre vártunk, és azt mondja, hogy ő nagyon régóta szeretett volna engem megismerni, és most mennyire örül. Hát, én nem hittem neki.
az egyik felükön érezhető egy ilyen próbál javítani típus, tehát hogy lássuk meg benne az embert, és hát hogy azért jó, hát csináljuk, amit csinálunk, de hát azért emberek vagyunk. Na nem. Tehát akik ezt csinálják ezzel az országgal, meg ezt csinálják emberekkel, azzal nekem magámban sincsen hover felvétel. De nem tudom, például Szájer József nem ilyen típus, tehát ő róla messziről látszik, hogy úgy eleve nem szeret minket, ezért aztán, ha úgy közel is kerül, mert nem tud hová menni, akkor se nagyon szeret köszönni, akkor is úgy látszik rajta, hogy inkább nem el. Jézus Mária! Hát, az a Dajsta. Itt majd bekeverünk valami zenét a videó. Ezt a részt kivágjuk. Szóval ilyen a kapcsolat. Egy folyosón vagyunk az Újhelyi Pistával. Nem egy folyosón, de néhány emelette alvébb a Momentumos kollégákkal. Gyöngyösi Mártonnal, akiről azt gondolnánk, hogy azért politikai értelemben talán a legtávolabb a demokratikus koalíciótól beszélő viszonyban vagyunk. De ezekkel a hölgyekkel és urakkal, amennyiben nem sértem meg közönséget, hogy így nevezem a fideszes kollégákat, egyszerűen nincs miről beszélni. Azt meséli Őrsi Matyi barátunk, ő Klári mellett dolgozik, mint alelnöki asszisztens, és nem csak Klárinak, hanem mindnyájunknak nagyon-nagyon sokat segít. Ugye ő 2009-től jár ki az Európai Parlamentbe, más európai intézményekbe is dolgozott. Ő meséli, hogy korábban azért volt kommunikáció, tehát létezett ez a oké, kiosztjuk egymást, meg elmondjuk a másikról, hogy nem értek vele egyet, de egyébként az embert lehetett látni a másikban. De már ez a viszony, ez annyira megromlott, hogy tényleg nincs miről beszélni. Tehát annyira nem tudunk semmiben sem egyetérteni, hogy és olyan fontos emberi minimumokban sem, hogy én ezt nem tudom félretenni. És akkor te következel. Jó, parancsolj, Jézus. Igen, annyit szeretnék kérdezni, hogy ilyen európai parlamenti fórumokat érdeklődni és kérdezni szeretnék. Nem lehetne a közeljövőben az európai parlamenti képviselőkkel és az országgyűlési képviselőkkel ezt nem csak az ATV-n, hanem kisebb-nagyobb közösségekben, fórumokon, hogy ne csak mi a DK-sok, meg többi mások ismerjük ezt az Európai Tanácsnak a belső ügyeit, hanem a többi kisebb, nagyobb városok és falvak. Nem, ennek rendben van, nincs itt a kampány ideje még, de nem lehetne ezt tartani. Máshol is. Én azt gondolom, hogy például ez az ilyen és ehhez hasonló alkalmak, azok éppen erre valók, de megnyugtatásul vagy válaszul a kérdésedre, jövő héten, hétfőn ilyenkor Nagykálón leszek, tehát nem, nyilván most a koronavírus azért ebbe erősen beleszólt, de azt hiszem, hogyha valaki varjulacira tenni egy kilométer órát, akkor komoly garanciális összegeket szakíthatna. Nagyszerű, nekem is kell vele. Igen. Mert hogy például Varjú Laci tényleg aztán keletről, nyugatra, északról, délre, és ezt minden létező formáció, ezeket a keresztbe kasul mozgásokat, de azt hiszem ez nagyon sok politikusunkról elmondható. Kifejezetten, hogy az EP kampány, de azt való igazad van, azt nem lehet összehasonlítani a úgymond békeidővel. Ott tényleg az utolsó nap, ugye volt ez az utolsó nap 36 órás körútunk, amikor minden megyében legalább egy településen megálltunk, és hozzáteszem, az már a második kör volt, mert addig azt csináltuk, hogy elmentünk mindenhová, aztán úgy döntöttük, hogy ezt másfél nap alatt megcsináljuk egyszerre,
csak már nem a nagyvárosokat, hanem kifejezetten arra figyeltünk, hogy ne Nyíregyházára menjünk, hanem Tiszavasváriba. Ne csak Budapestre menjünk, hanem menjünk Veresegyházra. És így mentünk végig az összes megyén, és amennyire tudjuk ezt azóta is igyekszünk tartani. Nyilván az utóbbi fél év ebben borzasztó volt, hiszen januárban azért már bőven lehetett hallani a híreket, ugye Kínából már nagyon rossz hírek jöttek, és gyakorlatilag most lenne itt az idő arra, és látjátok, mi történik. Sajnos mindenki fél a második hullámtól, és ilyen kültéri rendezvényeket lehet tartani, de amennyire tudjuk, ma itt a 13. kerületben, jövő héten én Nagykálon, de hát tényleg amennyire tudjuk ezt csinálni. Ivo, parancsolj, tiéd vissza. Köszönöm. Majd a következőben előbb neked a köszönöm maradjunk. Szépen, nekem nagyon rövid kérdésem lenne, hogy miért nem ellenőrzik szigorúban az EU-s pénzeket, hogy mire költi a forrás? Hogy ebben nincs beleszólás? Ja, alapvetően most már három intézmény az, ami biztosan felel azért, hogy hogyan kerülnek elköltésre az uniós pénzek. Ennek a legelső lépcsője, ennek megvan a magyar megfelelő, de ez nem működik. Ez az Európai Számvevőszék. Ez ugyanaz, mint az állami számvevőszék, tehát oda is lehet bejelentéseket tenni, oda is lehet észrevételeket tenni. Nekik az a feladatuk, hogy akkor azt a konkrét ügyet kivizsgálják, és egyébként, hogy független attól, hogy az milyen eredménnyel zárul az a vizsgálat, de magát a bejelentést és a vizsgálati eredményt azt nekik továbbítaniuk kell az OLAF-nak. Ugye ez az Európai Unió csalás elleni hivatala. Jól emlékeztek ők azok, akik Tibor ügyben, Eliosz ügyben gyakorlatilag akiktől kiderült, hogy mi történt. Ugye ez a legnagyobb probléma az OLAF-val az, hogy ez egy nyomozóhatóság, de nem szankcionálhat. De az, amiért mi nagyon küzdünk, és amiért biztos vagyok, hogy rengeteg aláírást gyűjtöttetek, ez az Európai Ügyészség intézménye. Itt hozzáteszem, hogy itt van egy ilyen európai érdekellentét is. Nyilván az OLAF eddig ennek az iskolája, vagy előszobája, vagy nem tudom én minek hívjam, de az Európai Ügyészség az már nem csak egy nyomozó hatóság lenne, hanem ennél több, amelyik képes szankcionálni, tehát büntető felelősségre vonni a tagállamokat. Nyilván ez egy sokkal hatékonyabb és szerintem sokkal jobb dolog, de egyetlen egy probléma van, hogy az unió jelenlegi szerződése egyelőre csak az OLAF-ról szól, és az Európai Ügyészséghez egyelőre lehet dönteni, hogy akarunk-e csatlakozni. És hát nyilván egy olyan kormány, mint az Orbán kormány nem akar majd csatlakozni. Nekünk az a feladatunk, mondom, hogy hosszú távon, de inkább hamarabb, hogy ezt megoldjuk, és egész egyszerűen, vagy azt mondjuk, hogy csatlakozol és vállalod a felelősséget, tehát nem csak a pénzt veszed el, hanem egyúttal a felelősséget is válasz a pénzért, vagy pedig egész egyszerűen azt mondani, hogy ha nem csatlakozol öreg, akkor nincsen pénz. Nincs ez ilyen konkrétan megfogalmazva a ma zajló vitán, de őszintén szólva ez is egy törekvés. Amikor jogállamiságról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy hát a jogállamiság figyelembevétele vagy betartásának az első lépés, hogy mindenki azt mondja, hogy alapvetés, hogyha uniós pénzt fogadok el, akkor csatlakozok az uniós ügyészséghez. Szép jó napot, tisztelettel köszöntök mindenkit, Medei Sándorné vagyok, egy nagyon nagy harcos. Dunakesziről. Üdvözöljük a harcosokat! Én nagyon régen mindenütt felszólaltam minden DK-s gyűlésen. Sőt, Gyurcsány Ferencet védtem meg a Hír tévészektől. Betámadták régen a sportcsányokat. De mindegy, nem az a lényeg. Azt szeretném kérni, hogy minden forintot kérjenek számon a Fidesztől, nem csak egyes dolgokról. Minden forintról számoljanak el, amit kaptuk az Uniótól. Nem csak egyes dolgok, de kötelem. Fogjon össze a bal oldal valójába, a bal oldal legyen bal oldal, akire számíthat a nép. Én nem fél, hogy magára marad az egyik, ide a máskora. Vagy összetartunk, egységben az erő, vagy széljáhozunk. És a másik, ami most történt Pikovandrással, Pikovandrás úrral,
betámadták, lefizetett cigányok, primitív, analfabéta. Én, mint cigányasszony, kimerem nyilatkozni, mert én is cigány vagyok. Primitív cigányasszonyok, emberek lelettek fizetve, a főnökük kapott 20 000 forintot emberenként, az leosztott nekik 2000 fejenként, csak azért, hogy tiltakozzanak, hogy ne nyilatkozzanak a nyilvánosságnak, a tévének, a minden. Ilyenkor ott kellene lenni az ellenzéknek, összefogni és megvédeni azt az illetőt, azt a polgármestert, azt a baloldali embert, akit éppen bántanak. Én ezeket a dolgokat hiányolom. A másik, legyünk harcosok, ne legyünk birkák, ne legyünk gyávák. Menjünk birkózni a tévében. Nem, igen. Jó, ahhoz nagy végig sírva gratuláltam magának valamikor. Kitartás továbbra is, meg a többieknek is. A másik pedig lenne az. A nép, uram, hadd mondjam már. Köszönöm szépen. Azért kellene összefogni, mikor emlékszünk rá, amikor Gyurcsány Ferenc megmondta az igazat, hogy fellázította Orbán az egész magyar népet, törtek, zúztak, kettő a papával, az utcán mentünk, mert vezet egy polgárőrséget, mentünk, ilyen nagy állatokkal találkoztunk a Szony utcába. Utána gondolkoztam el, Istenem, hát nagyon verhettek, ahol látták, hogy én cigány vagyok a félre, nem? Nagyon verhettek volna, de mentünk, borogatták a villamot, felgyújtották a kocsikat, a kukákat, minden. A Gyurcsány ellen, a Gyurcsány ellen annyira fel tudta Orbán Viktor hangolni a népet, hogy neki nem kell így ilyen primitíven viselkedni, de harcolni és oda kell menni, egybe fognak kézzel, összefogva, és legyünk erősek, mert úgy tudunk csak erősek lenni. Köszönjük szépen! Mennyi esélyek az Orbántól a zsarolásnak arra, tehát hogy a tanács dönthet-e úgy, hogy mondjuk a 7. cikkely szerinti eljárást megszünteti? Tehát a tanácsnak van-e erre jogosítvány? Dönthetnek úgy, hogy megszüntetik, de amennyire most látom, itt az a cél, hogy tehát az, hogy még ma is tárgyalnak, az azt mutatja, hogy ők ma szeretnének erről mindenről megállapodni. Szerintem akkor járunk jól, hogy ez a megállapodás megszületik, mert akkor például a 7. cikkely, meg a többi Orbán által felsorolt feltétel, amit ő nem szeretne látni és nem szeretne hallani róla, akkor ezek biztosan, hogy nem sikerül őket kiszerelni a rendszerből, mert ma a megállapodáson nem ezekről vitáznak. És ahogy Orbán is mondta, azért mondtam, hogy ő ezt csak időhúzás jelleggel mondta, az azt szeretné, hogy ezekről most ne egyszerre döntsenek, mármint a költségvetésről és a támogatásokról. Szerintem akkor járunk jól, hogyha ma vagy valamikor a napokban megszületik a megállapodás, mert hogy egyébként végdátumot nem tűztek ki, tehát nem mondták azt, hogy hétfőn lezárják, és akkor vagy van eredmény, vagy nincs eredmény, hanem tárgyalnak folyamatosan, és szerintem akkor születik számunkra, és mondom, Európa számára jó eredmény, hogyha ez lezárunk. Szépen, tessék, parancsolnak! Mi van a magyar euró bevezetésével? Ahogy áll? Borzasztó rosszul állunk. Tehát hamarabb lesz, de lehet, hogy erre te is válaszolj majd, Laci. Tehát röviden és dióhéjban, hamarabb lesz román, hamarabb lesz bolgár euró, mint magyar. Ugye a viccben mondja kedvenc humoristánk, hogy Putyin azt mondja, hogy magyarok lesz nektek eurótok, úgy fogják hívni, hogy rubel. És ezen nevetünk meg, maga a vicc az jó, az a baj, hogy sajnos semmivel se állunk hozzá távolabb vagy közelebb, mint az euróhoz, mert az euró, a magyar euró az a kanyarba sincs per pillanat. És látjátok, hogy mi történt most a koronavírus ideje alatt, amikor Orbán megszerezte a teljhatalmat, vagy megszavazta magának, inkább így mondom. Az amúgy is csillagászati, talán 330 körüli euróból napok alatt lett 370. Ja, amikor bejelentett, hogy szavaznak róla 350, és amikor szavaztak róla, 370-et érte el az euró, soha nem látott árfolyam.
és azért ne felejtsük el, miközben a haveroknak elintézte a végtörlesztést, azért mind a mai napig vannak olyanok, akiket ez nagyon-nagyon bánt, és nagyon-nagyon rosszul érintette anyagilag. Nem beszélve azokról a cégekről, akik ugye euróban kell, hogy vásároljanak, de itthon már csak forintban tudnak kereskedni, azok az átváltási költségen gyakorlatilag bukták az árrésüket, tehát miközben eleve visszaesett, nem akarok most itt közgazdászkodni, egyrészt nem vagyok az, másrészt meg nagyon apró részletei vannak, de hogy egyrésztől eleve borzasztóan visszaesett a kereskedelem és egyáltalán a kereslet, és másik oldalról pedig, amiatt a borzasztóan elszállt árfolyam miatt, azok is rossz helyzetbe kerültek, akik addig nem kellett, hogy lehúzzák a rolót, és hát ez sajnos baj. Jön egy bónusz kérdés elég hangosan beszélek én ahhoz, de nem is baj. Lehet, hogy most provokállak. Volt itt szó az összefogásról, meg hát az, hogy a 2022 az, és énekelni is fogok ezután. És ez lehet, hogy a Laci kérdése is, meg a te kérdésed is, ugye Momentum kontra DK, ez akár Angyalföldön is érdekes lehet különben, de ezt ugye cikkeztek, meg te tettél egy közleményt a Facebookon a Gödi eset miatt, úgyhogy erről, hogy lehet ebből kijönni, vagy mennyi ilyen lehet, ami pont a Momentummal, ami nagyon fontos lenne, mint a második legfontosabb ellenzéki párt. Hogy most hogy állunk? Mert ugye azt hallottuk, hogy az Európa Parlamentben a Katkával is, meg az Annával is nagyon jóba vagytok. Hát most már erről... Izgalmas rész. És üdvözlőjük a Momentumnak a képviselőt a 13. kerületből. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok. Hát, tök ciki bevallani, de EP képviselőként az elmúlt hónapokban a időm felét, nem mondom, hogy munkaidőm felét, mert amit az EP-be dolgoznom kellett, azt tisztességesen csináltam, de mellette szorgalmi időben rengeteg időmet lefoglalt ez az egész Gödi történet. Röviden a válasz az, hogy szerintem alapvetően nem pártok közötti konfliktus van. Elmeséljek egy rövid történetet, és aztán érteni fogjátok, hogy miért mondom ezt. Március 6-án én Brüsszelből azért utaztam haza Magyarországra, és aztán mentem Gödre, mert ugye ott a választókerület elnöke is vagyok, és azt mondják az én kollégáim, hogy persze voltak surlódások a megalakulás előtt, vagy hát a megválasztások előtt, és utána is voltak véleménykülönbségek, de hát amikor február végén a polgármester úr úgy döntött, hogy leváltja a DK-s alpolgármestert, és a helyére kinevez egy fideszest, akkor jobban látták, hogyha felhívnak engem telefonon. És elmentem Varjú Lacival Gödre, és megkérdeztük, hogy ez igaz-e. És ez se a polgármester úr, se a vele tartó, segíteni próbáló Momentumos kolléga ezt nem cáfolta. Előkerültek korábbi problémás történetek, nyilván az éremnek két oldala van, a polgármester úr elmondta az ő véleményét, hosszasan beszámolt azokról a problémás pontokról, amikről egyébként sejtettük, hogy problémásak lesznek. Én ezeket jegyzeteltem, de nyilván készültem is, hogy ezek szóba kerülhetnek. És amikor ő befejezte a mondandóját, akkor én igyekeztem megvilágítani, hogy mi a mi véleményünk ebben a történetben, illetve hogy szerintem ő hol mondott pontatlanságot. Volt ilyen. És nagyjából egy 5-10 perce beszéltem, amikor a polgármester azt mondja nekem, hogy na jó, péntek van,
És ő úgy tervezte, hogy pénteken hamar hazamegy a családjához. És akkor mondtam, hogy de barátom, én 1300 kilométerre hagytam miattad a családomat, és én legalább annyira szeretem a gyerekemet, meg a feleségemet, mint te a sajátodat. És ez így nem oké. Légy szíves, hallgass meg. Mert folytattam tovább, és egy újabb, mondjuk 5-10 perc elteltével nyilván mondtam olyat, ami az ő lelkének nem tetszett, de előtte fél órán keresztül olyanokat hallgattam, ami meg az én lelkemnek nem tetszett. 10 perc után azt mondta, hogy na jó, erre ő tényleg nem ér rá. És akkor egyébként a Momentumos kollégája szólt rá, hogy na hát, tiszteljük meg egymást. Ez volt március 6-án, jött a veszélyhelyzet, és gyakorlatilag a veszélyhelyzetben a polgármester teljesen elszabadult. Mindenkit kirúgott, akiről azt gondolta, hogy DK-st, olyat is kirúgott, aki soha nem volt a DK tagja, a párt környékén nem volt. Volt egy olyan, aki 2014-ben elindult képviselőként, de csak azért, mert az együtt delegálta őt, azóta párt nélküli, és őt is kirúgta a polgármester, és ez nagyjából úgy nézett ki, hogy bejelentette, hogy ki fog rúgni embereket, akkor én felhívtam a Momentumot, és kértem, hogy gyerekek, hát segítsetek, hát itt ez így nem jó, hogyha a szövetségeseket bántjuk. Ráadásul a kirúgott emberek helyére, vagy már korábban, még csak nem is Momentumosok érkeztek, hanem a kedvencem, a polgármester főtanácsadója, aki a 24.hu cikkében hosszasan méltatja Mészáros Lőrincet, mint az egy nagyon tisztességes, nagyon becsületes ember. Én ezt nekik is elmondtam, tehát azért merem nektek is mondani, mert ezt egy asztal távolságnyira nekik is elmondtam, és szerintem ez így nincs rendben. Nincs rendben, hogy a beruházási osztályon dolgozó főtanácsadó az október 13-a előtt Dunaújvárosban még a Fidesznek kampányolt, és egyébként a Sólyom Airways ügyvezetője volt, és jelenleg a cégvezetéstől el van tiltva. Ilyen ember ne nyúljon a Gödiek pénzéhez. És ebbe egész egyszerűen nem tudtunk megállapodni, nem tudtunk dűlőre jutni. Ettől függetlenül mielőtt megírtam ezt az ominózus posztot, én nagyon sok Momentumos barátommal beszéltem, mert hogy vannak ilyenek. Itt a környéken is, kicsit arrébb is. Van olyan aki gyerekkori jó barátom, egy osztályba jártunk, és most Momentumos. Hát együtt fociztunk, együtt nőttünk fel, együtt próbáltuk túlélni az érettségit, hát szeretjük, kedveljük egymást. Nekem az semmi terhet nem jelent, hogy ő lila színű kabátot hord, én meg kéket. És itt is én azt érzem, hogy itt emberi problémák vannak. Amiért megírtam ezt a bejegyzést, az pont 2022 miatt volt. Tehát amikor februárban azt mondja a polgármester, hogy ő... És akkor még sehol se volt a veszélyhelyzet, tehát akkor még nem kezdődött el az ő álmok futása, amit mi így nevezünk, hanem egész egyszer nem szimpatizált az alpolgármesterrel, és nem azt mondta, hogy nem szimpatizálok a DK-s alpolgármesterrel, ezért kinevezem a másik DK-st, vagy nem azt mondta, hogy nem szimpatizálok az LMP-ssel, ezért kinevezem a Jobbikost, hanem azt mondta, hogy nem szimpatizálok a DK-ssal, és helyette kinevezem a Fideszest. És akkor oda mentünk, és azt mondtam, hogy gyerekek, oldjuk meg ezt a problémát, ez nehogy kimenjen a nyilvánosság elé, ne nyilvánossággal veszekedjünk erről. És ezt elhúztuk márciustól júniusig, de a helyzet az tényleg kibékíthetetlen lett. És erre egyik pillanatra a másikra azt mondja a pártelnök úr, az András, hogy hát mi összefogtunk a Fidesszel. Ez nem igaz. Mi a testületi ülés előtt elmondtuk, hogy kiszállunk ebből a frakcióból, mert nem tudunk a cégvezetéstől eltiltott fickóval együtt működni, mi nem tudunk a Mészáros haverjával együtt működni, mi nem tudunk abba belemenni, hogy egy 25 millió forintos útfelújítást 65 millióért árasztok be. Ilyennel nem tudunk együtt működni. Ez nem az a kérdés, hogy ez Momentumos, vagy Fideszes, vagy DK-s, vagy Jobbikos, vagy akármi, ez egy emberi probléma. És ezért nem lehet rá azt mondani,
hogy igen, ha megnézitek a szavazó listát, akkor azt fogjátok látni, hogy vannak fideszes szavazatok, ahol ugyanúgy szavaznak, mint mi. Hozzáteszem, múlt hét pénteken ugyanez a polgármester, aki ezt mondja rólunk, az megszavazta a Fidesz előterjesztését. A veszélyhelyzet előtt fogadták el a költségvetést, 12 képviselő, 12-ször nyomott, vagy 12-en nyomtak igen gombot. Ki mondta, hogy mi együtt? Szerintem sehol más az országban nem volt ilyen, mert a Fidesz szerintem sehol se szavazta meg az ellenzékiek költségvetését. Ez szerintem nagyon nagy felelőtlenség egyből azt mondani, hogy akkor te fideszes vagy. Ami a mi feladatunk lenne, és az, hogy vigyázzunk egymásra, mert ezek az együttműködések, ezek a koalíciók, amik létrejöttek október 13-án, és ami egyébként a győzelemhez vezetett, mert ma nem hiszem, hogy lenne Újpestnek mondjuk jobbikos alpolgármestere, és nem hiszem, hogy lenne, nem tudom én, máshol momentumos DK-s vagy akármilyen polgármester, alpolgármester képviselők, mert ennek az összefogásnak előtte egy elhíresült Facebook bejegyzés, amit a Vonának írtam, aki azt mondta, hogy nem kell itt összefogás, meg hát a Gyurcsánnyal, nem? Akkor megkértem őt ott a folyosón, hogy te Gábor, mondd már el akkor ezt légy szíves a jobbikos polgármestereknek, meg alpolgármestereknek, hogy hülyeség ez az összefogás, akik egyébként soha nem nyertek volna, mint ahogy egyébként megjegyzem, lehet a mi képviselőink se, mert nem minden körzet olyan, mint a 13. kerület, vagy más hagyományosan jó kerületek, ahol talán önerőből is lehet nyerni, hanem valahol ezért össze kell fogni, és az esetek többségében ez így van. Úgyhogy az ilyen esetekben szerintem inkább vigyáznunk kell egymásra, és tekintettel kell legyünk azokra a képviselőkre, meg majdan lévő képviselőkre, akik most elkezdtek együtt dolgozni ezekben az önkormányzatokban, és Göd egy nagyon negatív példa, de tudok nektek mondani másik 50-et, amit viszont bárhol szívesen és teljes merszélességgel vállalok és támogatok, hiszen nagyon-nagyon jól működnek, és nekünk inkább abból kéne példát venni, az ilyen dolgokat pedig meg kell oldani, és vigyázni arra, hogy... Aki még nem szólt, én látok két kezet biztosan. Tóni, tiéd a szó, parancsolj. Nem. Ez egy társadalomtudományi beszélgetés, nem egy természettudományi. Tóni, parancsolj, tiéd a szó. Abban egyetértek. Nem vitatkozunk egymással, Tóni. Most én kaptam kaputat, ha lehetne, jó? Nem ezt kávét tettek. Maradjuk a kérdés mellett. Tóni, tiéd a szóval. Na szóval, abban egyetértek veled, hogy emberi problémáról van szó. De ott már nem értek veled egyet, hogy amikor ugye kiderülnek ezek a dolgok, akkor ez rögtön viszont már pártpolitikai akkor, hogyha a Momentumnak az elnöke, illetve az országos vezetése nem ül le a polgármesterrel, és nem próbálja meg helyre tenni, hogy barátok, most a pártnak ez a politikája, ez az elképzelése, de ezzel szembe mész, akkor innentől kezdve ez már pártpolitikai kérdés is. És sokkal inkább ez kerül, ez a dominánsabb, mint az, hogy most hogy milyen ember. Mert oké, leváltani nem lehet, hogy elmondatni, de azért az, hogy a párt elnöksége meg se próbálja helyre tenni, sőt, úgy kommunikál országos médiában, hogy az ember csak pislog, hát bocsáss meg. Ezzel kapcsolatosan, ezzel a témával bárkinek van még megjegyzése? Csak röviden. Nagyon röviden, nekem is annyi a hozzászólásom, hogyha egy gerinces ember lenne, magától ott csinálja. Köszönjük szépen ez a témához. Nem? Csak ez nagyon-nagyon röviden. Csak egy nagyon röviden szeretném a Momentumnak a
De természetesen nyilván két, azért két oldalon van, itt a szavazási jegyzőkönyvekben is azért más látszik, a bizonyos beszerzéseknél is én is tudom, hogy azért nem teljesen ilyen egyértelmű ez a helyzet, úgyhogy nyilván sokkal jobb, hogy ezt helyi szinten kezeljük, mert hogy ez egy helyi ügy, amit meg kell oldani, és kijönni szeretnék. Köszönjük szépen! Erre azért szeretnék reagálni, mert a legutolsó beszélgetésünkkor a polgármester konkrétan azt mondta, hogy van egy felújítás, ahol konyha beszerelés került egy ilyen nyaralóházas térségbe, és ő azt mondta, hogy ebben az ügyben ő feljelentést tesz, mert ezt egyébként a mi alpolgármesterünk intézte, és szerinte nem volt megfelelő a közbeszerzés. Szerintem, amikor erről elszemülted, akkor szerintem erre gondolsz, nem tudom, hogy... Többek között. Igen. Most ebben a konkrét ügyben én azt mondtam a polgármester úrnak, hogy van egy óriási probléma. A testület, ami megbízta az alpolgármestert, hogy ezt a konyha beruházást intézze, ő szerzett árajánlatot több vállalkozótól, és a végén bevitte a testület elé ezeket az árajánlatokat, és erről szavazott a testület, hogy ezt elfogadja vagy sem. Szerződés nem volt ebben a történetben, csak az, hogy egyáltalán elfogadják-e a pályázatot. Majd a szerződést megkötötte a polgármester úr, amit ő maga, azt hiszem, további 3 alkalommal módosított. Ő, és ráadásul nem egyedül szerepel rajta az aláírása, hanem a beruházási osztály vezetőjével közösen szerepel az aláírása. Tehát majd később, miután kifizette a konyháért járó pénzt, feljelentést tett önmaga, vagyis hát az önkormányzat ellen. De ő azt a szerződést támadta meg, amit nem csak, hogy ő írt alá a beruházási osztály vezetőjével, hanem ő maga 4-szer módosított, vagy legalábbis 4 változatot készített el. Annak se a testületnek, se a DK-s alpolgármesternek már semmi köze nem volt. Tehát se az előállításában, se a módosításában. És azért mondtam egyébként, amikor a polgármester úr ezzel hát minket próbált, hogy mondjam, kicsit revolverezni, mondtam neki, hogy ez ezért butaság, mert hogy ez nem működőképes. És ugye a másik példa meg épp az ő útépítési története, ahol ugye 52 millió forintos beruházásról döntött, egy 95 méter hosszú utat kellett volna lebetonozni vagy felújítani, és csak azért került vissza a testület elé a döntés, mert hogy a polgármester úr, ő egy nettó összegre szóló ajánlatot írt alá, viszont ahhoz, hogy ebből valóban közbeszerzés legyen, bruttó összegnek kellett volna szerepelni. Tehát a veszélyhelyzet utolsó pillanatában aláírta ugyan, de be kellett vinni a testület elé. De itt a testület nem fogadta el, való igaz, a Fidesz sem, és a DK sem, és az LMP sem, és a Jobbik sem, mert azt mondták, hogy szerintük ez túl van árazva. Ehhez képest azt mondták, visszaküldtek egy írásos papírt, hogy a 65 millió az végül is lehet 48 is, úgyhogy egy rendkívüli ülést is szavazzanak a 48 millióról. Most, hogy hova tűnt ott, nem tudom én, 17 millió, az nekem nem oké, de hogy egyébként azt mondják, hogy még további legalább ennyivel lehetne spórolni, az meg végképp nem. Úgyhogy... De bocsánat, ezek azok az ügyek, amikkel én nem mennék be a tévébe, és mondanám azt, hogy korrupt a Momentumos, mert tisztelem a pártot, meg tisztelem a barátaimat, akik viszont nem ilyen. És ezért voltam dühös, amikor az András azt mondta, hogy mi meg fideszesek vagyunk, vagy hát az ottani kollégáim fideszesek. Tök igazad van, hogyha azt mondod, hogy az éremnek két oldala van. Nyilván a mieink is követtek el hülyeségeket, beszéltek egymással csúnyán, meggondolatlanul, de olvastam olyan e-maileket, ami után lehet, hogy én is meggondolatlan lettem volna. És a legújabb egyébként, csak még egy érv, ma reggel küldték át nekem egy levelezést, ahol a TASZ a veszélyhelyzet idején súlyosan elmarasztalja a polgármester urat. És ezt a levelet gyanítom nem csak én kaptam meg. Hogyha holnap kiadják a TASZ-nak az állásfoglalását, akkor az András azt fogja mondani a tévében, hogy
a TASZ is fideszes. Nem hiszem, szóval tényleg van abban szerintem egy aranyigazság, miközben létezhetnek kivételek, de amikor mindenki szembe jön az autópályán, ott lehet, hogy érdemes felnézni, hogy jó helyen hajtottam ezt fel. Tényleg ennyi. De nagyon köszönöm, és tényleg köszönjük. Az utolsó, bocsánat, az utolsó előtti kérdés következik. Tessék, pasz. Csak nyugodtan. Ez az. Visszatérjünk Európába. Hát a 22-es kormányváltás ennek a legegyszerűbb módja. Tehát előtte én nem látom, hogy Orbán Viktor jelentkezett. Lehet, hogy azt mondja, hogy fog, de hogy nem lép be, az biztos. Ugye két megoldás van, vagy a kormányváltás, és akkor az új magyar kormány maga dönt így, vagy pedig szerződést módosít, alapszerződést módosít az Európai Unió, és akkor gyakorlatilag kötelezővé teszi. Ez sem feltétlenül, akkor lehet, hogy valaki úgy dönt, hogy az új alapszerződés nem írja alá, de ez már ilyen jogi kérdés. Szerintem a 22 az egy hamarabb megvalósítható történet. Okay. Köszönöm szépen, mégiscsak van, te leszel az utolsó? Bocsánat, akkor te leszel az utolsó. Nekem az egy kérdésem. És én nem vagyok. Utána, jó? Feltételeket tett a jogállamisággal kapcsolatban, és ott van, hogy az lépjen ki. Mennyibe várható az, hogy ezt megfelelően van az unió, és azt mondják, hogy na, akkor takarod innen, és akkor Magyarország hol áll? Hogy mi lesz továbbra is? Hát ugye... Európai biztató kérdéssel szeretném lezárni, ne, Dunakeszire nem szeretnék már biztató. Nem oda. Akkor egy gyors kérdés. Hogyha így fog ez a veszekedés lenni pártokon belül, és mi megyen, akkor felejtsük el a 22-t, hogy nem kéne kivinni, maradjon bent, és köszönjük megállapodásokat, mert ez menni. Köszönjük. És lemenni vidékre, mert vidéken csak a Fideszt ismerik, Ravatozomba és 56-an emberon bejelentve, mikor jön a tavatás. Miért nem lehet mondani, hogy miért? Ez rablás, trollaj. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Akkor itt az európai kérdéssel és a magyar összefogással együttműködéssel zárjuk itt a napot. Kaptam vizet! Ez szerintem jellemzően egy blöff, amit a miniszterelnök mondott. Ez az, amiről beszéltem, hogy ő most próbálja adni a jó fiút, de ez nem arról szól, hogy ő akkor gyakorlatilag saját magát és Magyarországot szeretné kizáratni az unióból, hiszen innen kapja a pénzt, tehát hogy azért ő neki legalább ez az egy végtelenül fontos érve van mellette. Ő ez egész egyszerűen csak időt szeretne nyerni, amit elmondtam nektek korábban, hogy nem szeretné, hogy most szülessen megállapodás, mert ha most nem születik megállapodás, akkor ő hazajön, és azt fogja mondani az ő támogatóinak, hogy győztem, megnyertük a brüsszeli csatát, így Sorosék vesztettek, és azért nem született megállapodás, mert én nem voltam hajlandó belemenni. Senki nem fogja tőle megkérdezni, hogy de hát főnök, hát azt mondta tegnap előtt, hogy jogállamiság meg kizárás, most akkor hogy van? El fogja mondani, hogy győztünk, mással ne törődjetek, és egyébként is csak azt nézzétek, amit csinálok, és ne azt, amit mondok. Úgyhogy ez tőle csak blöff volt, ami abszolút ilyen időhúzás szándékból történt. Sanyi, szólíthatlak így, mert mi régóta ismerjük egymást. Én ezzel kezdtem. Ez nem pártok közötti probléma. Itt a pártok nyerni szeretnének, mindegyik. Mindenki összefogást akar. Mindenkinek tökéletes példa volt 2019. október 13. Nem lehet azt mondani, hogy hát nem tudjuk, nincs rá bizonyíték, nem próbáltuk ki. Kipróbáltuk, baromi jól működött, és a többségében most is baromi jól működik. És azok, akik nyertek 2019-ben, azok
azoknak egy jó része majd szeretne országgyűlési képviselő lenni, polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők. Szeretnének elindulni, és várják azokat a kollégáknak, azoknak a kollégáknak a támogatását, akikkel ők együtt nyertek 19 októberében, és azóta nem csak ilyen kényszerházasságszerűen oda teszem melléd a lovót, hanem ezek az emberek együtt dolgoznak most már lassan egy éve az önkormányzatokban, barátok lettek, jó ismerősök lettek, kiderült számukra, hogy lehet, hogy más párba vagy, de ugyanúgy akarsz tenni a, nem tudom én, Pozsonyi utcáért, meg a Visegrádi utcáért, tehát kiderült, hogy nincs is nagy ellentét közöttünk, úgyhogy én szerintem legalábbis független attól, amit a korábbi körben elmondtam, ettől független optimista vagyok, mert hogy ez a projekt működőképes és bebizonyította, hogy ezzel lehet nyerni, és abban bízom, hogy 2022-ben is ezzel fogunk nyerni. Igen, a városokban, de látva a cigányok, akik a napobétát csak egy munkanélkülét látnak, közmunkát, és oda kell elmenni, ott kell felvesztetni. Sanyikám, ott folytatjuk, jó? Úgy legyen, és üzenem alá Lajosnak a végén. Nem lesz annyi krumpi a végén. Csinálja valamit, mert nagyon harapusnak rá. Kedves barátaim, most, hogy látjuk, hogy a fiatalok után a még fiatalabbak el akarják foglalni a széket, ez nagyon helyes, jöjjenek ide minél többen, de most a mai napra mégiscsak az van nekünk, hogy Sanyéknak, Lárának, Attilának, Csabának kívánunk jó munkát, erőt, egészséget, kitartást hozzá. Lesz miről még vitatkozni. Tudjuk azt, hogy Orbán Viktor, aki most éppen ott próbálkozik Brüsszelben, az ő inkább magának játszik, mint nekünk, de mi nekünk, Magyarország fontos. Gyertek, segítsetek nekünk, és legközelebb újra találkozunk. Köszönjük szépen, hogy ma este jöttünk. Aki fiatalnak érzi magát, az tegye meg, hogy az üveget, amit a kezében fog, az oda az asztalra. Tegye meg, hogy fogja meg, jó?